Ez a Bátaszéki Ház lesz a Felvidéki Néptánc Egyesület bázisa. Ez volt az augusztus elején összehívott rendkívüli testületi ülés egyik napi rendipontja. A képviselők megszavazták, hogy a Bátaszéken élő harmadik népcsoportot is támogatják, és egy saját ingatlanhoz segítik. A Felvidéki Néptánc Egyesület is megkereste az önkormányzatot, hogy van egy ingatlan, amely jó célt szolgálna az egyesületük életébe. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy ezt az ingatlant meg fogja vásárolni az elkövetkezendő hetekben, és át fogja engedni használatra egyelőre a Felvidéki Néptánc Együttesnek. Azonban, ha az Egyesület forrást tud szerezni, akár pályázatból, akár egyéb támogatóktól, ahhoz, hogy az ingatlan a saját tulajdonukba kerüljön, a Bátaszéki Önkormányzat átengedi azt neki. Kalmár Éva, a Felvidék Néptánc Egyesület elnöke elmondta, nagyon örül, hogy ők is házhoz juthatnak, és így a 21 éve felhalmozott viseleteiknek, kellékeiknek és dokumentumaiknak is lesz végre helye. Nagyon sok tervünk van, és nagyon örülünk, és reméljük, hogy a jövőben ez tényleg egy olyan központja lesz Bátaszéknek, ahol a néphagyományt kedvelők, vagy felvidéki vonatkozású emberkék itt otthonra lelnek, közénk eljönnek, és tényleg nem csak a néptáncot kedvelők, hanem mindenki más is, aki szeretne egy közösséghez tartozni, szeretne különböző programokon részt venni. Ez az ingatlan is a Kossuth utcában található, így ez a Nemzetiségek utcája lett Bátaszéken. Ez elősegítheti majd a népcsoportok között a szorosabb kapcsolatok kialakulását, és esetleg a közös rendezvények létrehozását is.